Szervusztok, üdvözöllek bennőtöket, most nem nagyon én látszok, hanem a harmonika. Mint kértétek, ez a lényeg. Úgyhogy. Most meg fogunk tanulni egy gyönyörűséges magyar nótát. Úgy gondolom, hogy szerintem az idő alatt abban a videóban egészen jól lehetett haladni, úgyhogy már megint szintet fogunk lépni, elég nagy szintet ezzel a dallal, úgyhogy ez már egy komolyabb dalnak számít, úgyhogy itt nagyon, nagyon figyelni kell, még nekem is, hogy hogy magyarázom el egyáltalán. Na. Hát akkor ne áruljunk zsákmányt, hát el is mondom, hogy az a szép, akinek a szemekig a dal címe. És először ugye megnézzük a jobb kezet. Kezet. Azt még hozzá úgy fogjuk, hogy szépen lassan, mert egy kicsit váltakozós az é. Attól függetlenül, hogy pár akkord. Na, durva van végig, úgyhogy nem kell aggodalmaskodni. Még nem fogunk az ilyen változó dalokat tanulni, még durva vagyunk. Tehát. Először is C-dur. Aztán F-dur. Aztán C. Aztán F. Utána G. C-dur, F-dur, C, F, aztán egy G, és újra C. Yeah.
ez még egyszer. Utána itt megint C-dur. Igen, tehát itten akkor még egyszer C, F, aztán G-re. Tehát G. G. C. G. Aztán C. Mondom itt, amikor fölmegy, ezt még egyszer elmondom, mert kicsit kavalkádos, ugye? Az ilyen szép, lassan próbálom, hogy meg lehessen jegyezni. Hogy még én is belekavarodok a magyarázásba. Tehát C, dur ugye mindegyik. A biztonság kedvéért elmondtam többször is, hogy ilyen nehéz darab az én, na, meg fogod lenni, ne aggódjatok. Aztán, aki kicsit könnyebbet akar, vagy Ócsóbb János, nem tudom, mert akkor annak mindjárt mondok egyet, hogy az mit tanuljon. Aki úgy érzi, hogy ezt nem meri bevállalni még, csak később, annak mondok mást, hogy mit lehet tanulni, csak várják két akkord, igen, akkor azt mondja, hogy lenne a déli bábos hortobágyon, szerintem az mindenkinek tetszeni fog, meg egyszerű is, C-dur, G-dur. Tehát G, 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 F, G, C, H, C, D, C. Felugrom D-re. D, 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 C, H, G, C, egyszerű, ezt nem kell aggódni. Gyorsan fődugom, nem gondjátok, az előbb nem gond, akkor fődugom a telefon, mert az előbb kiírta, hogy sajnos, hogyha tovább
kísérletezek itt a dologgal, akkor itt nekem le fog merülni, aztán mostan itt szájvok ezt. Na, úgyhogy akkor ennek meg volt a jobb keze, és akkor most nézzük a balt. Ugye látszik még minden, közben sötétedik, úgyhogy de szerintem látszik, én látom a bizonyítéket itt a kamerából vissza, úgyhogy biztos, hogy látszik. Na. A bombokat is látom. Tehát akkor C-dur, G-dur, akkor mondom. C. Tulajdonképpen ennyi, és egyszerű. Hát akkor még egyszer az akkordokat. C. Na, tehát, akkor ez megvolt, szépen ezt tanuljátok. Ha valami probléma van esetleg, vagy valami kérdés, akkor nyugodtan írjatok. Úgyhogy tudjátok, kérdezhetek nyugodtan meg. Láttam már, van akik a Messengeren is kérdeztek. Ott is szívesen válaszolok, amikor ugye ott tudok lenni, vagy fönt tudok rajta lenni. Nem sűrűn van, de közben azért sikerül fönn lenni. De ne aggódjatok, tehát előbb-utóbb úgyis válaszolni fogok. Aztán. Ja, hát ugye a másik dalnak a szövegje.
Azt is elénekelhetjük. Ugye, amit előtte énekeltünk, mert az úgy kimaradt valahogy úgy az éterbe, eltengött-lengött. Úgyhogy azt is adjuk elő. Úgy szépen óta megtanuljuk a szöveget is. Na. Lassan már nem látunk semmit. Vagy jó ez így? Jó ez így a fény viszont szerintetek? Hát, halljátok én. Kapcsoljak villanyt. Kapcsolok villanyt. Jó, jó. Kapcsolok villanyt. Na, kapcsoltam villanyt. Ezt belátom, kicsit előttem a széknek a takaróját. Nem baj, majd meg lesz igazítva. Jaj, hát akkor nézzük! Értelemszerűen, itt a végén, az a szeme fekete, az C, 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 H, C. Hogyha valakinek ugye úgymond nem hallotta, akkor annak így lejátszottam, hogy ez itt így van. Hát mert azért mondom, mert vannak, akik nem fülután tanulnak, vannak, akik csak úgy, ha elmondják, ugye, az olyan, mint a kotta szinte,
Úgyhogy azért azok kedvéért mondtam, hogy ők is tudják. Na. Hát akkor sok sikert a tanuláshoz, majd jelentkezem legközelebb, addig is gyúrjátok ezeket a dalokat. Jók lesznek ezek nagyon. Úgyhogy szervusztok!